Nagyon... Köszi, hogy... hogy ma este... az rából intottál arra, hogy beszélgethetünk. Nekem ez nagyon fontos, és ezt köszönöm neked, és olyan jó lenne, ha elég bátrak lennénk ahhoz, hogy elmondanánk mind a ketten, hogy az elmúlt hónapokban főleg, de tulajdonképpen években is már mennyire nem találjuk egymáshoz az utat. Én nagyon szeretlek, és nagyon szeretném rendbe tenni ezt a házasságot. Szeretném, hogy mindent elmondj, hogy mi az, ami hiányzik, amiben hiányod van, amiben azt érzed, hogy... Nem veled van a baj. De szívem, biztos vagyok benne, hogy egy csomó mindent nem vettem észre, nem úgy figyeltem rád. Nekem is van egy csomó, és ezeket muszáj, hogy kimondjuk, mert... Hát az, hogy nincs szexuális életünk, gyakorlatilag, hogy egy éve szeretkeztünk utoljára, és nagyon... Nagyon hiányzol. Én még mindig rettenetesen vágyom rád, és annyira béna vagyok, mert... Nem vagy béna. Én borzasztóan szeretlek téged. Csak... Van valakid? Hát... Ez se ilyen egyszerű. Most nyilván... Szerelmes vagy valaki? Igen. De várj. Mert nem, azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát mert ugye most neked biztos az jár a fejedben, hogy te akkor valamivel kevesebb vagy, vagy nem teszel meg eleget, vagy te nem vagy elég ahhoz, amit én szeretnék, de erről szó sincs. Szó sincs. Most mondani fogok neked valamit. De arra kérlek, hogy nekem majd ha kimondom, akkor pontosan tudni fogod, hogy nekem is nagyon nehéz. Én úgy érzem, hogy 10 éve vagyunk házasok, és hogy én becsaptalak téged 10 éven keresztül, és hogy elloptam magamtól is 10 évet, és tőled is 10 évet. Mert én meleg vagyok. És ezen én nem tudok változtatni. Mi? Mondd, kértelek, hogy ne az... Sokáig próbáltam ezt eltitkolni, próbáltam úgy élni, ahogy elválja tőlem a társadalom, de egyszerűen nem bírom már magam. Ez hogy tehetted ezt? Sokkal rosszabb, mint ha azt mondanád, hogy megcsalt. Te... Az elejétől kezdve tudod, és belementél egy játékba. Nem mondtál nekem az elejétől kezdve, nem... Azért nem, mert megpróbáltam, mert ha szeretnék egy nőt, akkor biztos, hogy téged szeretnélek. Tehát mi... ez teljesen abszurd. Ha szeretnél egy nőt, biztos engem szeretnél. Mert minden megvan benned azon kívül. Haragudj, de... Mit csináltunk mi 10 éven keresztül? A gyerekek miből... De akkor ők minek? Miért? Miért nem adtál esélyt nekem, hogy valakivel boldog életet élhessek, vagy te boldog életet élhessél? Erre neked miért volt szükséged? Na, Andris, miért? Miért nem mondtad el? Mert gyáva voltam, és mert nem mertem bevállalni. Itt ez a kulcsmondat. Gyáva voltam elmondani neked, hogy... Az egész gyáva vagyok elmondani, ez a 21. század ilyen rákfenéje. Valójában mindannyian azok vagyunk, de változtatni azok tudnak, akik ezt kimondják. Igen, de látod, most kimondja az ember, és azt a 10 évet azt nem lehet visszaadni.
Se neki. De a következő... Tény? Elsírtad magad? Hát... De ez nem olyan nagy probléma, hogy meleg vagyok. Figyelek, bocsánat, nem akartam. Nem. Hát elsírtam magát, persze te is elsírnád magad, hogyha az kiderülne, hogy 10 éven keresztül ez mi volt. Hát tanulópénz volt. Nem ellopott idő. Vagy elvesztegetett idő. Mindkettőnknek? Mindkettőtöknek. Azért, mert megvan a kezetek, lábatok, és innentől kezdve kemény árat fizettetek, mert ott vannak a gyerekek, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem lehet folyamatosan és állandóan tiszta vizet önteni a pohárba. És lehet, hogy egy őszintén egy normálisabb életet lehet élni. Nem őszintébbet, hanem egy őszintét. Nagyon sokan, hogy is mondjam, nem mondják ki azt, hogy eleve az őszinte szóba, hogyha belegondolsz, az egy tiszta szó. Most mi az, hogy őszintébbet? Boldogabbat. Hát a boldog, az boldog. Őszinte? Őszinte. De legtöbb ember ezt nem így értékeli, hanem úgy gondolja, hogy menj a picsába, a kurva anyád, mit okoztál nekem? Az jött neki egyből. Jött, bizony. Hát igen. Hogy csinálhattad ezt velem? Tehát rögtön, öntudatlanul is elkezdődik az önsajnáltatás. Neked adtam a legszebb éveimet. Neked adtam a legszebb. Gondolom, ezt megkaptam. Nem azért. Ez egy színdarabban van. De ezt szokták mondani a nőknek, hogy neked adtam a legszebb éveimet. Tapasztaltad. Nem tapasztaltad még soha? De ez sem igaz, hogy te adtad nekem a legszebb éveidet. Hát abban a pillanatban fontos önmagamnak hangsúlyozni, hogy én mennyire fontos vagyok, mennyire jó vagyok, mennyire ügyes vagyok, és menj a picsába. Tehát dühös vagyok a másikra. Nem pedig elkezdek azon agyalni, hogy azt a durva, homoszexuális vagy. Végre kimondtad, akkor rájöttem arra, hogy ebből a szempontból nem bennem van a hiba, de az bennem van, hogy én azokat a fontos előjeleket, intőjeleket nem értékeltem úgy, ahogy azok vannak, mert számtalanszor éreztem, hogy csak rutinból vagy velem. Csak rutinból simogatsz. De most már értem. És hála Istennek, hogy elmondtad, mert most már nem kell többé hazudoznunk. Békével váljunk el. És hogyha itt van a két gyerek, akkor, hogyha már érettek lesznek, akkor elmondjuk nekik, hogy miért váltunk el. De ettől ők remélem megértik, hogy te vagy az apjuk, és te vagy az én vagyok az anyjuk. Csak azon mosolyogok itt magam, hogy mert a harmadik jelenetet csináljuk, és hogy mindig az jön elő, hogy nem vettem észre, nem figyeltem, nem akartam tudomásul venni. Hát tudod miért? 21. század embere mindent elkövet a magas egója miatt, hogy az élet ne fájjon neki. Az ego az ki akarja zárni a fájdalmat. Minden szép. Soha semmi nem fáj. Hogy vagy? Köszönöm, jól. És miért nem mosolyogsz hozzá? Már te is baszogatsz, baszd meg?